az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Jogerősen nyert a Megafilm Kft. Abban a perben, amelyet Hann Endre indított a 2006-os eseményeket feldolgozó film miatt. A Medián ügyvezető igazgatója azért perelte be a filmet jegyző céget, mert magára ismert a történetben. Lehet-e bírósági ügy egy fikciós játékfilm, és történelmileg hitelesnek kell-e lennie egy olyan alkotásnak, amely csak részben épül a valóságra? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Kálomista Gábor. A producer szerint a film témája közügy, Hann Endre pedig közszereplő. Csatlakozik hozzánk Túri György. Az ügyvéd úgy gondolja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága fokozott oltalomban részesül, ha a megnyilvánulás közügyeket, közéleti szereplőket érint. A játékfilm dramaturgiai és egyéb okok egyes részleteiben eltérhet a mintául szolgáló eseményektől, de a lényeget hitelesen és etikusan kell megragadnia. Ezt már Deák Sárosi László filmesztéta mondja. És velünk lesz Béki Zoltán médiajogász, aki szerint a mostani ítéletek több kérdésre is választ adnak, azonban a filmipar új technológiai fejlesztéseinek alkalmazása még sok kihívás elé fogja állítani a jogot. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Tavaly decemberben ültünk itt, Gábor. Igen. Akkor pont az első fokon elbuktad ezt a pert. Most május 8-a van, és azért ülünk itt, mert másodfokon megnyerted a pert. Ez most megszületett az igazság, mert hogy két teljesen egymásnak ellentmondó döntés, azért úgy földobja az emberben a gondolatokat, hogy vajon mi volt az, amit az első fok nem jól értelmezett? Azt gondolom, hogy erre majd hiteles választ az ügyvéd úr tud. Jó, erre, aki, most erősz? Igen, aki képviselt ebbe az ügybe minket. Én azt gondolom, hogy én bennem nem volt kételve, hogy ezt a pert nem az, hogy megnyerjük, ezt nem lehet elveszteni. Tehát ez annyira nem is értettem, tehát azt a amiért ez elindult. Tehát azt se értettem, hogy ettől miért lett per. Tehát én azt gondoltam, hogy konzultálva az ügyvéd urakkal, hogy itt valószínűleg ebből per se lesz, hiszen ebbe nehéz találni egy ügyet. És az elsőfokú ítélet az tényleg lehangolt, ráadásul nem csak az hangolt, hanem a bírónak az a pervezetési technikája, amiben ő szerintem egy fejében megszületett ítélethez kreált egy tárgyalást. De azért ez a másodfokon elég jó szét lett szedve, és a másodfokú bíróság is azt gondolom, hogy osztotta ezt a álláspontunkat, hogy meglehetősen túlterjeszkedett a keresetem ez az elsőfokú bírói döntés, de azért megmondom őszintén, hogy jól esett, tehát azért féltem egy kicsit, tehát ugye nyilvánvaló, hogy én ezt nem nagy sikerként könyvelem, én azt gondolom, hogy mi a helyén voltunk, és a helyén is maradtunk, hogy a liberális oldal megtámadott, és ők a helyükről lejjebb kerültek, az meg az ő dolguk, azt kell megkérdezni. De én azt gondolom, hogy egy nagy győzelem ez azért sok szempontból, mind a művészi szabadság szempontjából, mind a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából. Én most elnézést, hogy ilyen liberális lózungokat emlégettek, de hát egyébként ők ezt támadták meg. Ezek nagyon konzervatív dolgok. Tehát azért mindig jobb egy kicsit nyerni, tehát az azért a kollégáim is úgy megnyugodtak, hogy azért nem csináltak olyan dolgot, ami törvénybe ütköző, vagy bármilyen módon büntetés vonhat maga után, tehát és azt gondolom, hogy reményt ad ez a jövőre is, tehát lehet bátran hozzányúlni a közelmúlt témáihoz. Aztán, hogyha valakinek nem tetszik, ha lehet perelni is, tehát, de azt gondolom, hogy ez egy jó hosszú időre talán meghatározza ezeknek a bírói pereknek, vagy ezeknek a pereknek a kifutását, de én nem vagyok jogász, úgyhogy nem tudom. Beszéltél az Endrével azóta? Én előtte sem. Én előtte sem. Kaptunk tőle egy levelet annak idején, hogy fizesek 3 millió forintot, és kérek bocsánatot, és akkor ő rendben van. Tehát ez volt az ajánlata. Gondoltam, hogy miért fizették 3 millió forintot, tehát azért azt nehezen lehet tagadni, hogy Hann Endrének aktív szereplője volt. Tehát a legnagyobb megbízást ő kapta a kormánytól, és hogyha megnézitek az ő mondatait különböző konferenciákon, vagy sajtóeseményeken, vagy egy interjúban, amikor azért elhangzik az, hogy hát igen, készülnek olyan közvéleménykutatások, amik a közvélemény befolyására alkalmasak, nem pedig felik a valóságot. Tehát azért szerintem csínyában kéne valamelyikről beszélni. Tehát amikor itt ő kikéri magának, akkor úgy is kéne látszani. Gyuri, ugye végigvitted a pert. Amit a Gábor mondott, az alapján úgy érzem, hogy az első fokon volt valamiféle politikai determináció az ügyben.
a felperes kereset alapvetően arra irányult, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy a film megsérti a személyiség jogait. Ezt később módosította, hogy a film hamis színbe tünteti fel a felperest, majd a harmadik tárgyaláson mi úgy éreztük, hogy elég erőteljes bírói közrehatással módosította a keresetét, és egy másodlagos kereseti kérelmet terjesztett elő, nevezetesen azt, hogy a film kommunikációja a jogsértő, mert őt maga a kommunikáció állítja be hamis színben. Most az elsőfokú ítélet arra megállapításra jutott, hogy a film az nem jogsértő, és itt magát a alperesi védekezést magáéba tette a bíróság, nevezetesen azt, hogy a film az egy fikciós film, és mint ilyen nem állíthat tényeket, ezáltal valótlan állítás sem tartalmazhat, ami ugye jogsértő lenne, vagy személyiség jogot sértene. De azzal, hogy a film kommunikációjában Hann Endrét megfeleltették a filmbeli Endrének, ez okozza a jogsérelmet. Most a másodfok ezt a megközelítést nem tartotta helyén valónak, és azt mondta, hogy amennyiben a film nem jogsértő, már pedig nem jogsértő, ugye az ahhoz kapcsolódó kommunikáció sem lehet jogsértő. Most miért nem jogsértő a film? Azért nem jogsértő a film, mert a benne szereplő személyek, amennyiben akár megfeleltethetők valós élő szereplőknek, személyeknek, olyan közéleti személyiségek, közszereplők, akiknek a kritikát tűrniük kell. Most itt a filmben szereplő politikusok esetében ez nem is volt kérdés, nem véletlenül nem pereltek ők. Hann Endre ugye nem politikus, azonban a perben általunk előadott tények, amiket egyébként a felperes nem cáfolt, nevezetesen azt, hogy milyen kormányzati megbízásokat kapott abban az időszakban. Ezek több százmillió forintos tanácsadói szerződések voltak. Ez azt jelenti, hogy ő, mivel közpénzeket használt fel a tevékenységéhez, konkrétan a kormánynak adott tanácsokat, az ő személye igenis közszereplőnek minősül, úgynevezett szituatív közszereplőnek, ami azt jelenti, hogy abban az adott helyzetben, ha úgy tetszik, történelmi időszakban, ő igenis, hogy a tevékenységével hatotta a közvéleményre, képes volt arra, hogy a közvéleményt akár közvetett módon befolyásolja, ezáltal a közszereplő, tehát a politikusokkal egyenlő elbírálásban részesült, tehát az ő tűrés határa a személyiségok védelme kapcsán tágabb, mint egy átlagpolgári. És erre alapozva maga a film nem jogsértő, tehát ebből logikailag az következik, hogy a hozzá kapcsolódó kommunikáció sem lehet jogsértő. Ez nagyon fontos. Zoli, mit jelent ez a média jog szempontjából? Mert abban az értelemben, hogy ez egy különleges per volt, tehát ez volt az első olyan per gyakorlatilag, amely akár precedensként is értelmezhető a későbbiek szempontjából. Mennyiben terjeszti ki ez a média jogot, vagy szűkíti adott esetben? Hát itt alapvetően, ugye talán itt adásról beszélgettünk, hogy nem teljesen előzmény nélküli ez az eset, ugyanis ugye eszünkbe jutott ez a Elment az Ösző című Dézsi féle, szintén azt hiszem egy fikciós film volt. Hát ez nagyon fikciós, tehát a Gyurcsány Ferenc, igen, Gyurcsány Ferenc büntetőbíróság elé állt benne, és ott ebbe az esetben Gyurcsány Ferenc támadta meg az alkotókat, kb. Hasonló olyan személyiségi jogi sérelemre hivatkozva, és tulajdonképpen ott is hasonló lett a jogi eljárás vége. Igen, de az teljes egészében fikciós volt, viszont a Gáborék egyértelműen elmondták a filmnek a kommunikációjában, meg a filmből is kiviláglik, hogy részben fikciós, részben pedig azért történelmi eseményeket feldolgozó. Igen, ott a főcímben azt hiszem úgy hivatkozott, hogy megtörtént események alapján ez rögtön a főcím előtt ki van írva, tehát ez már elvileg orientálja a nézőket, hogy mi ugye nem egy dokumentumfilmről van szó. Másrészt a második kérdésre válaszolva, hogy itt nem is ez nem is annyira médiai kérdés, ez PTG személyiségi
jogi kérdés, és tulajdonképpen itt már évtizedekkel ezelőtt már kimondta Magyarország és az Alkotmánybíróság, és számtalan ilyen konkrét jogeset van ezzel kapcsolatban, vagy amely során visszatérően a bíróság kimondta, hogy közszereplő esetében ugye máshol van a tűrési kötelezettség küszöbe. Gyakorlatilag ezt erősítette meg ez a mostani ítélet is. Na most ilyen a filmművészet, László. Mert hogy ugye ez, ha úgy vesszük, akkor ez egy kísérlet volt arra, hogy a filmművészeti önkifejezésnek, vagy a művészi szabadságnak egyfajta szájkosarat adjanak. Na most ez ahhoz képest azért mégiscsak nem került föl az a bizonyos szájkosár. Igen, én azért azt képviselem, hogy a fikciós filmnek is meg kell felelnie valahol az igazságnak, ha nem is a tényeknek minden apró részletében, hiszen van dramaturgia, meg több egyéb szempont. De például ez a film megfelelt úgy összességében, hiszen nem valóságtól elrugaszkodott dolgokat állított, hanem valahogy elrendezte azokat az eseményeket, hogy érthető cselekmény alapján be tudja fogadni a néző. És elvileg vizsgálható bármilyen filmi állítás, még fikciós alapján is az, hogy valami megsérti mondjuk a személyiségokat, vagy megfelel a tények, vagy nem. De ez úgy gondolom, hogy nem ez a kategória, tehát nem itt kellett volna nekik keresgélniük, ezt más szinten kellett volna ezt a kommunikációt lefolytatniuk. Mondom, ugyanúgy lehetne, csak akkor kimondja meg, tehát akkor kellene egy igazságügyi szakértő, aki mondjuk még filmesztéta, és aki állásfoglal, akkor abban egy felkérésre, hogy akkor az úgy van-e, de ezt sem tartom én egy igazán jó megoldásnak, tehát úgy gondolom, ez nem elsősorban bírósági ügy, hanem ez egy média kommunikációs ügy, és ahogy itt már említették a jogász urak, elképzelhető, hogy ilyen személyiségi kérdést csinálnak belőle, de Ez zsákutca. Ez politikai ügy. Igen. Hát nyilván valaki ilyen történethez nyúl, az ugye, hogy politikai ügyhez nyúl. Tehát az első pillanatban fel voltunk készülve erre a támadásra, tehát egyébként azért ezt egy hosszú kutató munka előzte meg. Tehát azért nem úgy történt, hogy ült egy író és kitalálta, hogy mi történt, tehát nagyon tudatosan készültünk avval, hogy a létező felvételekkel nagyon egybevágóan, hogyha láttátok a filmet, tényleg látszik, hogy nagyon törekedett a rendező is arra, hogy ez látszódjon, hogy az a szál megy éppen tovább, hogy az a helyzet. Rengeteg emberrel beszéltünk, tehát azért egy ilyen film nem úgy készül, hogy valaki kitalálja, hogy történhetett. Tehát azért volt olyan, aki segített nekünk, aki ült döntéshozói asztalnál a bal oldalon, csak ugye egy kicsit eltávolodott utána a Gyurcsányéktól, és ő természetesen név nélkül, de elmondta. És nagyon sokan jöttek, és nagyon sok mindent elmeséltek. Tehát én azt gondolom, hogy az akkor felelhető dokumentumok vagy felvételek alapján, és amilyen interjúkat csináltunk, és akik nyilatkoztak, ez nagyon közel van a hiteleshez. Nem állítom, nem voltunk ott a parlamenti szobába, nem voltunk ott az apró villába, de azért volt, aki olyan mesél. Ez izgalmas volt egyébként. Igen, de volt olyan, aki ott volt. Tehát az érdekes benne, tehát azért én azt gondolom, hogy tartalmilag ezért nem is lehetett nagyon mit kezdeni a filmmel. Tehát ugye avval, hogy Hán Endre nem ismert magára, egyébként nem csodálom, hiszen egy nagyon jóképű 31 éves fiatalember játszotta a szerepét egyébként, és ugye amit kiemelt a bíró magánéletileg, ez nem volt bántó, tehát a magánéletével nem foglalkoztam. Halkatilag sem hasonlít, meg a színész. Igen, tehát ugye aki úgy magára ismer Bokor Barnába, jó, hát ez legyen az ő ügye. De azt, hogy ha megnézitek azóta is hány és hány ilyen botrány van mondjuk a közvélemény kutatásokból, hogy amikor most a választás napján volt olyan közvélemény kutató, aki délbe még 5-8%-os ellenzéki fölényt mért, és ha gondolját, hogy semmivel nem kell utána elszámolni. Tehát ő azt mondja, hogy én mérem ezt, nyilvánvalóan, hogy ezeknek a méréseknek azért van üzenete a közvélemény felé. Tehát hú, gyerekek, nagyon megy a Fidesz. Akkor össze kell állni, és hú, menni kell. Ha túl sokat megy, akkor már hagyjuk a fenébe, már nem érdekes. Tehát azért ez ott a közvélemény kutatók mögött, ez a kommunikációs rész, ez egy külön stratégia. Tehát én most elég sokat dolgozom azon, hogy egy következő dokumentumfilmben, így a PER kapcsán, azért nézzük meg a közvélemény kutatók egyetemes felelősséget abban, hogy ezek a közvélemény kutatások mennyire segítik a magyar közéletet. Készül egy rendhatás, Gábor? Igen, igen. Tehát folytatjuk. Gyakorlatilag a... Igen, egy első rész már lement, az a értelmény, és készül egy második rész, ami már PER-rel még foglalkozik nyilván, de hát azért ez, én azt gondolom, hogy mindenkit érdekel.
Mert ebben komolyan lehet befolyásolni a közvéleményt, ráadásul voltak olyan konferenciák, amiknek a leírata megvan, meg nyilvános is, ami alapján egyébként ezek a liberális közvéleménykutatók ismerik el maguk, hogy ők tudták, hogy mi lesz az eredmény, de a megrendelő nem ezt kérte. Tehát akkor mitől hiteles egy közvéleménykutató, hogyha ő megrendelői kívánságokat teljesít? Szó szerint ez volt. Mi tudtuk, hogy mi lesz a vége, szóltunk, hogy nagy baj van, de a rendező, vagy a megrendelő nem ezt kérte. Tehát innentől azért azt gondolom, hogy aki közvéleménykutatónak álcázza magát, de aktívan politikai szereplő, akkor legalább azt a néhány tucat, vagy nem tudom hány olyan közvéleménykutatót kimélje meg attól, hogy ő magát állítja az Origónak, és tőle nincsen senki se jobbra, se balra, mert az a hitelesség. Tehát ennél a filmnél is, hogy a Hánendre volt, igen, ő volt az archetípusa, hiszen ő volt ott. Tehát nagy csodák nincsenek, tehát hogyha valaki tényleg nagyon nagy megrendelésekkel bír, és ugyanebben az időszakban bír, és nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy a politikusok előszeretettel mérnek meg mindent, vagy fókuszcsoporton, vagy közvéleménykutatásra, hogy az ad nekik némi biztonságot. Tehát azért innentől fogva, hogyha valaki azt állítja, hogy egy közvéleménykutató nem tud manipulálni, az téved. Egy félreértést egyébként hadd engedjék meg, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt félreoszlassunk. Tehát, hogy az elmúlt napokban ugye az ítélet kapcsán különféle médiában lehetett olvasni különféle álláspontokat az ítélettel kapcsolatban, hogy most akkor... Jó, hát az után... értelmezés szabadságát se kérdőjelezni. Nem, csak azt szeretném, hogy egy kicsit megvilágítsam, hogy a bíróság ugye mire gondolt, mert ugye most sokan azt írták különféle felületeken, hogy akkor holnap után írok a szomszédomról egy cikket, hogy ilyen meg olyan dolgokat csinál, és akkor ezek szerint az is a véleménynyilvánítás és a művészi szabadságba tartozik, nem. Tehát ugye alapvetően itt a fikció kapcsán. Ugye maga a filmnek a műfaja politikai thriller. Tehát ez kiindulásként ez egy fikciós műfaj. Nyilván tartalmaz valós elemeket értelemszerűen, hiszen egy politikai thrillernek kötelezelem, hogy valós elemeket tartalmazzon. A bíróság ítélete szerint a bevágott korabeli felvételek, híradó felvételek, egyebek mind azt a képzetet erősítették a nézőkbe, hogy igen, ez valóban egy átélhető előadás, de azzal minden néző tisztába kell, hogy legyen, hogy azért ez nem a valóság, ez egy mozi. A filmben megjelenített karakterek, karakterekkel kapcsolatban a mi álláspontunk az volt, és ezt magáévá tett a másodfokú bíróság is, hogy az ő bemutatásuk egyfajta kritikaként értelmezhető, egy véleménynyilvánítás. A véleménynyilvánítás az előbb, amit elmondtunk, tehát egy politikus vagy egy közszereplő kapcsán sokkal tágabb, de nagyon fontos, hogy nem lehet indokatlanul lealacsonyító vagy bántó. Tehát itt van az a határvonal, amit meghúz a mindenkori ítélkezés. De mitől lealacsonyító? Hol? De igen. Ott van az a határvonal, mondod. Hát de az a határvonal? Hát ez kell a bíróságra rányzni. Ezt a bíróság Magyarországon esetről esetre mindig egyenként mérlegeli, hogy vajon ebben a konkrét esetben ezt elérte ezt a határt, vagy sem. Tehát ezért van szükség a bíróságra, mert különben ez egy automatizálható folyamat is lehetne, hogyha ezt nagyon pontosan meg lehetne határozni. Sérti az emberi méltóságot, vagy nem sérti? Ez az alapvető kérdés. És azt állította meg a másodfokú bíróság, hogy a filmben megjelenett karakterek bemutatása, ha úgy tetszik, kritikai éle való megjelenítése nem sérti az emberi méltóságot, ez ilyen formán a kritikai láttatásba bele kell, hogy férjen. Ebben az esetben még a határon belül volt. Voltak ilyen jellegű perek a filmtörténetben? Nagy perek? Voltak külföldön főleg, mert onnan lehetne példákat. Arra gondoltam én is, mert Magyarországon azért ez nem annyira jellemző. Igen, de még azért hadd fűzek hozzá ez valamit, Barancsai. Hogy ha összességében nézzünk mindazt a dokumentumanyagot, amit tudunk azokról az eseményekről, és összevetjük a filmmel, akkor ez egy nagyon úriember módjára előadott, jól fésült történet, még sokan kritizálták olyan szempontból is, hogy nem elég kemény, tehát hogy jobban el lehetett volna még mesélni egészen október 23-ig, stb. Igen. Nyilván mindenki azt várta az elején a filmtől, hogy lesz ezért egy kis verekedés is. Igen, ezért nem érthető azoknak a szereplőknek, vagy azoknak a közszereplőknek a felháborodása, akik valamilyen módon érintettek ebben, mert ezek valóban, hogyha a személyiség jól merül föl, hát akkor nagyon úriember módjára voltak elbeszélve, bemutatva. Na de egy perlet belőle.
Igen. Mindenki vitte a balhét. Tehát azt mondták, oké, rendben van, film. Igen, egy mert kiállni, és ő is elveszítette tulajdonképpen, ez is mutatja akkor a... Na és akkor a történelemben azért lehetne sorolni a filmeket, amik ilyen... Ha megengeditek, egyet én fel szeretnék hozni, például, amit egyébként a Perbe is bemutattunk, és amit a magyar nézők számára is ismert, az a Mephisto ügy. Hm. Szabó Istvánnak a Mephisto című filmje, az Klaus Mann regényén alapszik, egy 1963-as regény, ha jól emlékszem. Itt a regényben egy Hendrik Höfgen nevű főszereplőről van szó, akinek a mintáját, ha úgy tetszik, egy Gustav Grütgens nevezetű úriember alapította, aki egy létező személy volt a 30-as évek náci Németországában. És Klaus Mann róla írt egy regényt, ugye már eleve a név is kicsit Gustav Grütgens, Hendrik Höfgen, sok a hasonlóság, egyezőség, az, hogy ő intendáns volt, az egész pályafutása ilyen szempontból teljesen leképeződik a regényben. Amikor elhunyt Gustav Grütgens, akkor az ő örököse indított egy pert, hogy megsértették a személyiség jogokat, és arra jutott a Német Alkotmánybíróság, hogy valójában az ilyen megjelenítés az nem jogellenes, egyedül egy mozzanatban látta jogellenesnek a megjelenítést, egy táncos nővel való viszonyát, ahogy bemutatta a regény, ezt találta a bíróság kifogásolhatónak, de egyébként a művet önmagában nem, és nem is véletlen, hogy egyébként már a filmet, a 81-es filmet semmiféle jogi procedúra nem követte. Igen, de aranypolgár például. Igen, az aranypolgár. Létező szeméről. Igen, igen. Jellemzően az volt a történetben, ahogy én megfigyeltem a film történet során, nem feltétlenül perben szokták ezeket elintézni. Kemény támadásokat, visszatámadásokat indítottak, például ez az érintett Randolph Hearst és a többiek, vagy ugye Berlusconit is kifigurázták két filmben is, méghozzá hivatali ideje alatt, hanem más eszközökkel próbáltak revansot venni, és ezt valahogy egy ilyen, ha nem is lovagias, de egy küzdelemnek fogták föl. És hogyha, hát azért említsünk egy másik példát, hogy nem bírósági ügy lett a vége, de lett belőle egy nagy erős médiaügy. Ez kismét kapcsolódik Szabó Istvánhoz, ugye a Dredd ezredes, úgy egyértelműen ő fölmenti egy áldozatnak, állítja be, és egy ilyen békehősnek, miközben hát valójában árulót, pénzért árult el a monarchia hadititkait. Na és ennek úgy végződött Ausztriában a története, hogy az ORF főintendása a legnagyobb példányszámú napilapban bocsánatot kérte az osztrák nézőktől, hogy egy történelemhamisító filmet támogattak. Tehát ennek ilyen módja is van, ilyen elintézése is van. Gábor, neked az elsőfokú ítélet után felnyilatkoztad, azt mondták, hogy hagyd a fenébe az egészet, fizest ki, és akkor el lesz felejtve. Hát tulajdonképpen több helyről kaptam ilyen jó tanácsokat, hogy hát most már tényleg, hát nem kell szóval feszíteni, meg jó van így, hát mondom, nincs jó így, tehát nem csak az igazságérzetem, hát én nem csak magamat képviselem, egy filmet képviselek, a kollégáim, azok sokat dolgoztak ebbe, mondtam, hogy menjünk végig ezen az úton, és az ügyvéd úrral abszolút egyetértettünk az ítélet, elsőfokú ítélet hozatalról kifelé jövett, hogy nincs benne megbékélés, mert semmit olyat nem követtünk el, ami nekem vezekelnem kéne. Tehát már elnézést, nem én lövettem az emberek közé, nem én gerjesztettem azokat az eseményeket, tehát hogyha az lehet, hogy nagyon sért valakit, hogy ezt állandóan a személyre hányják, de hát azért csak elkövette a fiatalkori magyar demokrácia elleni legnagyobb merényletet ez a brigád. Tehát ha tetszik, ha nem. Most arról, hogy ez a rajtán túl már biztos, hogy megszületett volna 2010-11-12, vagy ez miért eddig, az azért, mert mi mindig szemérmesen álltunk ehhez, tehát nem akartunk szembenézni, nem akartunk pereket magunkkal szemben, nem akartunk bele óriási botrányt, nem akartuk, hogy olyan szintű gyalázkodás, mint ami a film körül ment végig, tehát az, hogy te gondolod, hogy lovagiasan elintézés az, hogy a színészeket nyilvánosan meggyalázzák, akik játszanak nem, benne, hát egy Molnár Áron nevű szerencsétlen, amikor 2,5 óra jön a Gubás Gabi mellett, majd utána hazamegy és elkezd őrjöngeni a Facebookon, hogy ő nem színész, de egyébként a bátor srác ott ült 2,5 óraig, ott meg sem mert nyikkanni, mert ő csak otthon bátor a klaviatúra mögött, és még számtalan ilyen volt, hogy a színészek mit álltak ki ennek az egész folyamat során, hogy mit állt ki a stáb. A producer társam, a Helmeci Dorottya, aki
nagyon komolyan elkezdték a számonkérést. Tehát is mindenki föltolta a tűrőképessége határát. Hogy nézett volna az ki, hogyha én az első akadályon azt mondom, hogy rendben? Tehát hogy néznék a saját és a kollégáim szemébe? Tehát ez a film annyi sebet kapott, annyiszor bökték meg, és annyiszor bántották, hogy igen, ez is egy seb a testen, erre most van egy raktapasz. A többire is lesz raktapasz, mert ugye hál' Istennek ezek a perek, ezek nagyon jó életbe tartják ezt a filmet, tehát nagyon sokat tudunk róla újra beszélni, és én azt gondolom, a 2006-os eseményekről nem lehet eleget beszélni. Tehát amikor egy regnáló miniszterelnök a saját népét löveti, és másnap nem megy el ebből az országból, nem mond le, nem adja át a hatalmat, hanem 4 évig még kivérezteti, mondjuk gazdaságilag se teszi rendbe, hogy egész finoman fogalmazzak, akkor ez egy elképesztő világ. Tehát abban a világban ne kerüljünk vissza, és hogyha ennek az a útja, hogy a filmeken keresztül azokat a fiatalokat, akiknek már az van eladva, hogy ez óriási békebeszéd volt, és ez már a szeretetről szól. Ja, hát ez az. Tehát, és azok már olyan jó hipis ez a felirat a tornacipőben, meg pulásban, meg ott piálgat velünk a kocsmában. Igen, de ez az ember ugyanakkor le is lövett téged holnap az utcán, az úrikedve úgy kívánja. Hát nézd, az összedi beszéd az valóban az Y generációban már a fikciós történetek közé tartozik. Zárójában ugye... annyit, hogy én végigjártam el az országot, és voltunk rengeteg fiatal között. És megkérdezték, konkrétan annyira nem tudnak róla ezek a fiatal gyerekek, akik akkor még nem is értek, hogy ezt hogy találtuk ezt a tévéostromot. Mondom, ezt nem kitaláltuk, ez volt. Ilyen Magyarországon nem volt. Ők nem hallottak róla. Tehát azért van itt hogy ezt nem tanítjuk, nem okulunk a történelmünkből, tehát mindig megpróbálunk ugyanabba belelépni. Tehát ez veszélyes vizek. Erről beszéljünk még, de azért itt van egy nagyon fontos dolog, a személyiségi jog folyamatosan előtt, és most megemlítettél egy dolgot, a Gubás Gabit meg a többieket, ahogyan pocskondíjeztek valóban. Tehát az nagyon aljas dolog volt, hogy az egyik oldalon azok, akik itt szerepet vállaltak a filmben, azoknak tűrniük kellett az, hogy ők velük úgy viselkedjenek, ahogy viselkedtek. Nem csupán a kollégáik, hanem adott esetben a sajtó is. Hát tűrték, tehát ők egyébként, amikor egy színészen a munkáját kérik számon, a kollégái, annál nagyobb szemétség nincs. Tehát az olyan, mint amikor két pék egymás kenyerét kritizálja, lehet, hogy mind a kettő finom, vagy egyik sem finom, vagy valamelyik finomabb, vagy nem. Ez precedens értékű. Tehát ilyet azért úgy sutyomba, úgy kis csoportba, úgy mindig kibeszélik a háta mögött, de ezt, hogy egy ilyen anarchista forradalmára, aki színésznek átszázza magát, kirohan az ország vezető színésznője ellen, és le akarja tiltatni a pályáról, meg menjen már, és az összes színésszel megcsinálták, tehát én azért végigéltem. De nem hogyan volt a probléma? Tehát abban nem kötöttek meg, hogy milyen művészi színvonal adták elő a szerepüket? De azért gondold már, hogy milyen demokráciában élünk, hogyha ők mondhatják meg, hogy én miről csináltok filmet. Egyébként egyik keresetben még benne volt, hogy tiltsanak is el, utána a legelcsőbe. Azt kérdezik, hogy tiltsanak el a filmkészítéstől. Érdekes volt egyébként, bocsánat, de ugye az alapkereset az azt is tartalmazta, hogy ugye kérje jogkövetkezőjek megállapítását, és ugye a PTK szerint jogsértő tartalmat ugye el kell távolítani, vagy nem lehet tovább forgalmazni, és amikor rákérdeztünk erre konkrétan, mert ez egyébként a keresetben nem volt egyetlen meghatározva, akkor megkérdeztük a perbe, hogy akkor mire gondol a felperes, hogy akkor ne forgalmazzuk tovább a filmet, akkor erre azért nem adott egyértelmű választ, tehát azt nem merték úgymond a keresett tárgyává tenni, csak azt mondta, hogy ez rábízza a bíróságra. Csak az Endre karakterét kellett volna kivágni belőle? Vagy igen, a másik érdekes kérdés az volt, hogy ugye, mivel a kommunikációt is támadták ugye a másodlagos keresett kéremükbe, akkor a bíró megkérdezte, hogy azt kérik, hogy akkor a honlapon szereplő cikket távolítsa el az alperes, és mondta, hogy nem, hanem azt kérik, hogy ez akkor maradjon meg úgymond mementóként. Tehát nem értettük ezt az egész hozzáállást, hogyha ez maga a jogsértő tevékenység az alperesnek, akkor nem kéne levenni? Hát ők azt mondták, hogy nem. Tehát az egészben volt egy ilyen kerülgetem a forrókását, megközelítés. Az is benne volt egyébként a bírói döntésben az első fokon, hogy minden egyes film előtt ki kell jelenteni, hogy nem szerepel. Első fokon ezt kérték. Igen. Igen, hogy egy... De ez most komoly? Tehát bármilyen filmet, hogyha ezentúl készít a megafilm, akkor onnantól kezdve ki kell írni, hogy ebben a filmben nem szerepel. Tehát volt egy jellegű kérdés, tehát, de azt hiszem, hogy ez már ott is komolytalannak tűnt. Igen. A bíró azt mondta, hogy ez...
Ezt sem tudták pontosan megfogalmazni, tehát azt kérték, hogy diszklémerre láss el a filmet majd az Alperes, amennyiben forgalmazza, és kérdezték, hogy akkor pontosan milyen diszklémer, milyen tartalmú diszklémerre gondol. Ugye a bírósági ítéleteknek van egy olyan alapvető jelezetesség, hogy végrehajtatónak kell lennie. Tehát ezt kértük, hogy akkor fogalmazza meg az Alperes, vagy fogalmazza meg a Felperes ezt a pontos kérését, kérelmét, de ezt sem sikerült megfogalmazni, akkor pontosan mit is kérnek ennek a kérelemnek a kapcsán. Mert hogy szándékosan kicsit fölélődtek, hogy sok mindent kérünk, és akkor valamit talán megítél a bíróság számunkra. Laci? Ez lenne egy hozzáfűzni valóma. Én úgy gondolom, hogy ez politikai kultúra kérdése is, hogy hogyan viszonyulnak. Én ahogy megfigyeltem ezeket a filmeket, azért többnyire az ilyen aktuál politikai történeteket inkább a liberális oldal dolgozott föl, és hát sokszor nagyon keményen, tehát valóban akár sárdobálásig elmélve is, de még az Aranypolgárnak is, és annak a utó feldolgozásának is vannak politikai szálai, de hát, hogy például a Nixon történetnek, ugye a három film is készült róla, rögtön a halála utáni évben, és akkor később is a 10-es években, és hát azért a Watergate botrány, mint kiderült később, egy CIA is elmondta, hogy hát ez egy kreált dolog volt. És őt mégis lemondatták, és ő tulajdonképpen tűrte, nem elismerte ezzel, ők azt mondják, hogy elismerte, azzal, nem, őt törbe csalták és lemondatták. Tehát egy demokrata, vagy illetve egy republikánus párti elnököt meg tudtak buktatni. És akkor ha megfigyeljük, ugye a Berlusconi is egy jobboldali miniszterelnök, nagyon kemény filmeket készítettek róla, teljesen lejáratták, akkor van egy olyan, hogy Nemzeti Vadászat, egy spanyol film, és annak még ilyen további részei, azok a Franco időkben játszódnak, hogy a korrupciók. Tehát ha sorra veszük, tulajdonképpen ők ezt végigjátszották, és egyáltalán nem jó fisülten és úri ember módjára. A szereplők viszont, a közszereplők, akiket kifiguráztak, hogy sárdobálással ugye befeketítettek, azok elég jól tűrték, és el is múltak ezek a botrányok, többnyire nem voltak, nem keletkeztek belőle perek. Na most ez azért érdekes, mert ugye az előbb arról akartam beszélni, de végül is újra és újra előjön, hogy ez azért a jelenkornak a politikai kultúráját, vagy kultúrátlanságát is nagyon jó jelzi Magyarországon. Hogy lehet, hogy például ez a támadás, ez nem csupán azért volt, mert úgy gondolták, és ez most fogalmazódott meg bennem, amit mondtál az alapján, mert szerepeltek benne olyan emberek, akik egyébként a baloldali triptihonnak a meghatározó szereplői, hanem azért, mert a megafilm, ti, Gábor, egy olyan mesdjére mentetek rá, ami eddig a baloldali liberális oldalnak volt a kivételezett helye. Nézd, aki azt gondolja, hogy itt jobboldali túlsúly van bárhol a magyar médián belül, vagy főleg a színész és a film világon belül, teljesen tévúton van, tehát én még mindig 80-20-ra adom oda ezt a pályákat, tehát azért itt ne felejtsük, hogy itt van egy 75 év, amiben mélyen gyökerezik a liberalizmus, a baloldaliság, tehát azért itt volt egy rendszerváltás, ami ebben a világban nem történt meg, hiszen nem voltak olyan kinevelt emberek, akik átvegyék tőlük, nem véletlenül mesterségesen nem próbáltak utódokat keresni, mert ők át akarták menteni a következő rendszerbe a hatalmukat, át is mentették, hosszan regnáltak, tehát hosszan tudták ezt fönntartani, tehát amíg a király már teljesen mesztelen volt, mindenki csődben évente egy film készült, már nem lehetett filmszemlét tartani, ami úgy minden évben eltakarta ezt a világot, tehát azért itt nyilvánvaló, hogy van egy egymásnak feszülés. Na most, aki egyébként színházba, filmbe a politikai akaratát akarja megvalósítani, vagy a politikai nézeteit, az meg fog bukni. Tehát azért, ugye te említetted, hogy lehetett volna sokkal keményebb ez a film. Igen, lehetett volna sokkal keményebb. De megpróbáltunk úgy a talajon maradni, hál' Istennek nem az én vehemenciám, és az én mondjuk habitusom jött át ezen a filmen, hanem egy higgadt angol rendező, aki elmondta, hogy figyelj, a kevesebb több. Tehát amit tényleg a néző elhisz, tehát amit vannak, azt mondta, ezek olyan megrázó történetek maguk, amik történtek itt 2006-ban, hogy az elég dráma. Ezt mondom, hogy óriási különbség igen, van. Igen, hogy ne tegyünk rá több drámát, kössük össze ezeket a drámákat egy szállal, kutassunk rá, hogy
mi még mennyire, tehát ha járjunk a legközelebb az igazsághoz, mert akkor ez a film sokáig fent fog maradni. Ha kitalálunk valami olyat, ami nyilvánvalóan egy nagy butaság, és csak hergelési célt szolgál, akkor avval meg fogjuk buktatni az alapsztorit. Tehát ezért volt egy jó döntés, én azt gondolom, hogy egy teljesen külső szem vigyázta ezt a produkciót, tehát hogy nem engedte elvinni az én mérhetetlen utálatom azután a rendszer iránt, tehát meg bent tartottam abban a mederben, amiben ez folyni kellett. Azért volt egyébként nehéz rajta fogást találni, mert ugye mi sokat konzultáltam ügyvéd úrra, tehát mi fölkészültünk arra, hogy tanúkat is beidézünk, ha kell, tehát hogyha arra kerül a sor, akkor igen, akkor jöjjön oda az akkori, akiről szól a filmja, és nyilatkozz el egy bíróságot, hogy ők nem találkoztak. Csak mondjuk, mivel azért annak is lett volna egy bájos része, mert azért rengeteg sok olyan anyag van nálunk, amit érdemes lenne egyszer úgy felbontani. Tehát azért tudott ez a film szerintem működni. Tehát, hogy nem volt benne olyan, ami hihetetlenné tenni azt. Igen, igen. Ezért mondtam, hogy bocsánat, ezt ismétel, hogy ez politikai kultúra kérdése is, mert akár hazai példát is tudunk említeni, hogy politikai kacsákat dolgoztak föl egy az egyben játékfilmben. Például ugye a 2002-es választási kampányban volt ez a politikai kacsa, ami a köteles beszéd, igen. Ugye? És akkor ezt játékfilmben is feldolgozták, ahol benne volt, mint nemzeti önfelakasztási program. És ebből is akár lehetett volna ugye per is, hiszen ez valóban túl lett minden célon, és szerintem nem is maradt meg úgy az emberekben, és nem is ért el úgy a hatását, azt a kis csoportot nyilván hergelte, ahogy tudta akkor, amikor kellett, de ők valóban túl lettek többszörösen a célon, és eddig is elmentek, hogy játékfilmben egy választási politikai kacsát egy az egybe átvettek. Jó, de hát ilyenkor mindig azt mondják, hogy vagy nagyon sokszor előfordul az a mondat, hogy par excellence ez egyébként az esztétikum érdekében történt. És egyébként a művészi szabadságnak a részét képezi, hogy ők most hogyan is beszélnek erről a dologról. Zoltán? És még az, még hadd csatlakozzak egy gondolattal, amit Gábor mondott, hogy úgyhogy a mai fiatalok már el sem hiszik, hogy mik történtek egy 2006. szeptemberben, és hogyha ilyen filmek készülnek, akkor ugye ez gyakorlatilag ez azért sem tetszik a baloldalnak, mert itt újra-újra előkerül a téma. Nekik az az érdekük, hogy ez minél hamarabb a feledés homályába merüljön. Tehát ez azért is nagyon fontos tényező. Na de éppen erre akartam rákérdezni, hogy médiajogászként, egyrészt ugye ez jellemzi a magyar média viszonyokat, kettő, megakadályozta a legenda gyártásnak a befejezését, a teljes szürke zónába való bevitelét például adott esetben, igen, az Összödi beszédnek, igen, meg az azt követő eseményeknek, mert azon én is meglepődtem egyébként, a saját gyermekemen is észrevettem, aki ugyanakkor még picikölyök volt, 3 éves, de hát ott laktunk a televíziótól egy utcányira, és éreztük az égő épületnek a szagát, és a fiam nem nagyon hiszi el, hogy az valóban megtörtént. Ugye így próbálják átnarálni a történeteket. Első volt ez a bátor igazságbeszéd, szembenézünk a magyar valóság, utána már ne is beszéljünk róla, ilyen meg se történt, felejtsük el, és hát ugye a Gáborék filmje ebbe a szépen ilyen kihűlő langyos mocsára polcsójába bedobott egy nagykövet. Hol van itt a történelem hamisítás, ki hamisít ilyenkor történelmet? Mert ugye arról is szó volt, hogy ez egy hamis képzetet kell. Igen, de hát az szerintem még ők maguk sem vették komolyan, amikor azt mondták, hát azért tényleg nem tudunk vitatkozni. Hát azért a média kommunikációban elég rendesen, igen, jött a hamisítás. De hát azon mit tudunk vitatkozni, hogy lőnek az emberekre az utcán? Az mit tudunk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, elfoglalják? Azon mit tudunk, hogy amikor a nyomorult szerencsétlen vidéki rendőröket rövid nadrágba küldik a tüntetők elé, és a rebisz ott áll hátul, tehát ők embert akartak, valamilyen áldozatot akartak, amire... Csak folyjon a vér, és csak akkor... folyjon a vér, tehát az október 23-i események, tehát hogy az elő volt készítve, hogy az meg volt szervezve, hogy az meg volt mérve, hogy milyen hatással lett. És ha megnézitek, egyébként ki is tartott 4 évig? Igen. Ki is tartott 4 évig? Tehát azért ott azért jól dolgoztak néhány kutató, most nem akarom néven nevezni, de jól dolgozott néhány kutató, tehát akik ezt úgy előre megtervezték. Tehát ennél nagyobb aljaságon az ember a saját népe ellen nem tud elkövetni. Most azóta, hogyha ezt
történelmi hamisításnak mondják, hát akkor kapcsoljanak be egy televíziót, vegyék elő a CNN tudósítását. Ugye emlékeztek, volt a filmben egy CNN-ből kivágott részlet, egy olyan interjút találtam, ami soha nem ment le a magyar tévébe, egy másik CNN ment le. Azt nekünk sikerült megvenni, azt érdemes lenne egy az egybe végignézni. Hát elképesztő. Tehát ott le van tagadva az egész. Itt nem történt semmi. Nem, hogy nem lövések, nem dördültek, hát békés tömeg ünnepelt, hát komolyan mondom. Érdemes kicsit utalni a mostani orosz-ukrán háború média megjelenítéséről is, hogy hát ott is láthatunk ilyen elgondolkodtató képsorokat, illetve teljesen nevetséges narratívákat, tehát ami első blikre látjuk, hogy az nem igaz, amit ott próbálnak a médián keresztül lenyomni. De ennél a film is az volt, hogy utána ez viszont elhakult ez a szám, hogy már nem ez a rész, ez a szár elhalkult, hogy ez történelemhamisítás, mert ugye hát ezen azért, bocsánat, hát láttuk, ott voltunk, most is el lehet olvasni, ha fölmegyünk az internetet. Tehát ez azért egy ilyen... Ott vannak ilyen, a mozgóképek. Igen, ez egy ilyen... És még sem hisznek a szemüknek a gyermekeink. Fönt van a YouTube-on is, ami eredeti archív felvétel. Ez így reményfutamnak hívtam, hogyha már semmi nem sikerül, akkor ez bejön, de azért tényleg. És nem szégyen ilyen filmet csinálni, és ahogy jó említetted, számos ilyen film van a világon. Jó. Számos ilyen. Lesz folytatása? Én nagyon szeretném, ha lenne. Hát meg van, lesz október 23-a feldolgozása? Hát nézd, ha lesz folytatás, akkor nyilvánvalóan, hogy valahonnan kell indulni, tehát úgy dolgozunk rajta, meglátjuk, én nagyon szeretném, ha lenne. Ebbe azután eltelt időszakban is vannak olyan sötét, már-már azt gondolom, hogy annyira alvilági eszközökkel végrehajtott merényletek az ország ellen, ami bizony vászonra kívánkozik. Tehát bizony, hogyha ez az ára annak, hogy ezt meg tudjuk mutatni így azoknak a generációknak, akik ezt nem érték át, akkor ezen az áron kell megtanítani. Akkor nincs bélye, tehát mondjuk én filmes vagyok, tehát azért a kamera a legfontosabb eszközünk. Tehát, hogyha ez az út vezet oda, rögös, most talán a következőben nem lesz annyira rögös, mi is jobban tudjuk, tapasztaltak vagyunk benne. És születik a blokkád, tehát azért úgy látom a kollégák, akiknek van erre az affinitásuk. Igen, elindult valami. Azért elkezdenek ebben foglalkozni, hogy végig lehet csinálni, fognak bántani, meg rugdosni, meg majd nem szeretnek, meg mindenféle rosszat mondanak rólad, meg a gyerekeidet bántják, meg. Tehát van ebben minden forradalom, de gyerekek, ez ebben jár. Generálja ez az elhallgatott sztoriknak a feldolgozását, amit eddig nem nyúltak hozzá a filmművészek. Ez adott esetben ez a per. Hát is. Mindenképpen ez bátrabbá teszi az embereket, az alkotókat is, meg esetleg ugye a producereket is. Eddig azt hittük, hogy ez a nagyobb országoknak a kiváltsága, hogy föl tudnak dolgozni akár a közelmúltból valamilyen közéleti, politikai botrányt, ahol ugye vannak nagyobb erős táborok, mindegyik tábornak van erős politikai, gazdasági, társadalmi és a többi bázisa, és akkor ott megvannak hozzá az alkotók, a források, stb. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy azért az igazság az nem feltétlen pénz és nem tudom, ilyen tényezők függvénye, hanem azt akkor ki kell járni, ki kell harcolni, és akkor ha nem készül el a nem tudom, demokrata párti vagy republikánus párti nézőpontja valamilyen eseménynek, akkor is itt ki kell hajtani, hogy az igazság az derüljön ki, és amennyire lehet, és amit lehet, el kell mondani. Ez nagyon erős hatással lesz, én úgy gondolom. És ne feledjük el, hogy a sokak számára az elmúlt évtizedekben az ilyen kvázi evidencia volt, hogy a filmművészet meg általában a média az a baloldalnak a játékszere. Ja. Ők a művészek, ők vannak azon az intellektuális szinten. Nagyon tudatosan felépített sztori volt, tehát ezt megtervezték. Igen. 1988-tól gyakorlatilag 90-ben megetették Antallal, és ezt gyönyörűen végigvitték. Nem akartál a félbeszakítani. Nem, ezt akartam mondani, hogy ez egy olyan intellektuális terület, ahol ez a balliberális gondolkodású emberek tudnak csak fölnőni erre a szintre. Ezért bocsánat, egy hozzáfűzni, hogy csak annyi lenne, hogy nekem ilyen szkeptikus vagyok egy kicsit ugye nemzetközi viszonylatban is, hogy hogyan lehet ezeket ugye feldolgozni, milyen érdekek engedik vagy nem. De időnként azért fölbukkan egy film. Például volt ugye a Zöld Zóna, ami azt dolgozta föl, hogy
tulajdonképpen az iraki háború bűnbakot kerestek, nem voltak valójában tömegpusztító és vegyi fegyverek, és keresték is azok a katonák életüket kockáztatva, aztán rájöttek, hogy nem. És később ugye a Tony Blair be is ismerte, hogy ők tudták előre. Tehát, hogy azért mégis időnként megjelenik egy-egy ilyen film, és akkor az úgy visszaadja az embernek a hitét, aki szereti a filmeket, és a valamilyen hiteles és leleplező, és mint dolgokat helyre rakó filmeket. Hát és hogyha nemzetközi szinten ez lehet, akkor reméljük és bízunk benne, hogy nálunk is. Itt a példa. Ó, itt van velünk az ügyvéd is. Felszabadítja ez a művészeket? Én azt gondolom, hogy ez az ítélet, ez egy mérföldkő a magyar filmművészet, vagy a magyar, ha úgy tetszik, a magyar művészet területén, hiszen gyakorlatilag azt oldotta fel a bíróság, hogy egy ilyen műalkotás esetén konkurál egymással a személyiségjog védelme és a művészi szabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, ami mind a két jog ugye alkotmányos jog. Tehát a bíróságnak adott a feladata ebbe a perbe, lényegét tekintve, hogy a két jog közül, ha úgy tetszik, melyik az erősebb, melyiket kell előnyben részesíteni a másikkal szemben. És arra a megállapítás jutott a bíróság, egyébként beleilleszkedve a korábbi alkotmánybírósági döntések sorozatába, hogy egy ilyen speciális esetben, amikor közszereplők szerepelnek egy ilyen műalkotásban, és ha úgy tetszik, a kritika szemszögéből láthatják őket, akkor igenis, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága előnyt élvez a személyiségok védelmével szemben. És a véleménynyilvánítás szabadságát itt a művészi szabadság jogállat is. Igen, tehát a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlatilag az alapja a művészi szabadság, hiszen a művészi megjelenítés az önmagában egy vélemény, hogy hogyan látja a művész a világot, a művész véleménye. Jó, és akkor most jön az a kérdés, Gábor, hogy ezután a döntés után hogy nyúlsz hozzá, hogyha megcsinálod az október 23-a filmet? Hát hosszabb történetet fog föl, emlékszétetem konkrétan egy napról fog szólni, de semmi nem fogom másod csinálni, mint az elkurtukat tette. Szerintem egy jó, nagyon sok kutató munkával, nagyon precízen megírt forgatókönyvvel. Nagyon szeretek magyar rendezőkkel dolgozni, megint el kell tartanunk magunktól a történetet, tehát az egyszer bevált, hogy egy külföldi rendezővel, aki nem élt át ezt meg, és nem élt át a szomszédja, vagy a szülei, vagy bárki, tehát nem kap egy plusz töltetet. Tehát én azt gondolom, ez egy jó út, ahol járunk. Nyilvánvaló, hogy itt is nagyon pontosan figyeltünk a részletekre, lehet, hogy még egy kicsivel pontosabban kell figyelni, és hogy te említetted, lehet, hogy egy kicsit bátrabbnak is lehet lenni, tehát lehet élni avval a most kapott fikciós szabadsággal, amivel egyébként nem nagyon mertünk. Tehát azért még azt sem mertük elmesélni, amiről talán tudtuk volna bizonyítani, de úgy éreztük, hogy ez sok. Tehát, hogy ne nyomja a nézőt a kérdést, hanem ezt a történetet értse meg, tehát egybe. Tehát szerintem ezzel az úton haladunk tovább. A vegzatúra. Hogyan választasz színészeket? Most akkor megint, mert ugye a másik szörnyű dolog volt ezzel filmmel kapcsolatban, amiről te is beszéltél, hogy gyakorlatilag a magyar művésztársadalmat kőkeményen ketté osztotta, és a legdurvább vegzatúrának tett ki olyan embereket, akik egyébként messze nem szolgáltak rá ilyen dolgokra. Hát nem osztotta ketté, hanem volt egy rész, ami nagyon kevés rész, ami kiállt ezek mellett, a színészek mellett, volt egy nagyon nagy rész, aki hallgatott, és volt egy másik rész, aki meg úgy érezte, hogy most megint az ő liberális eszméje, hogyha nem velünk, vagy fasiszta vagy itt, akkor tudja. Jó, hát a kritikus massza mindig hallgat. Igen, tehát azért mondom, hogy nincs ilyen probléma. Egyébként kiváló határon túli színészeink vannak, és nem is baj, hanem nagyon ismert arcok. Jöttek egy ilyen film, hogy ne azonosítsák egy bármilyen más sorozattal, de hát azért ugye most meg volt szerencsénk ezt a Tündérkert című sorozatot csinálni, tehát 180-valahány megszólaló színésszel, és ez már az elkurtuk után volt, tehát azért nem mondták azt, hogy nem jövünk, mert hát te milyen vagy, tehát azért van merítés, tehát ezt le lehet küzdeni, de ezt viszont mindenképpen úgy, hogy magyar nyelven beszélő színészeket, tehát nem külföldi színészek, hanem a Kárpát-medencéből egy kiváló színész csapatot ki lehet állítani ma per pillanat, akik talán mondjuk a erdélyi havasokban nem rettegnek a fővárosi liberálisok kritikájától. Na de ez azért mégiscsak ijesztő, hogy
itt vagyunk a Kárpát-medencében 11-4 millióan, és mondjuk Magyarországról adott esetben pont egy nagyon hangos kisebbségnek a kritikája miatt nem mernek vállalkozni. Igen, színészek. Igen, ez egyszer most megtörtént. Túl kell hozni, ami jó egyébként, baromi jó. Igen, de lehet, hogy most ez egyszer megtörtént, ez úgy kicsit ki is húzta talán a fullánkját, tehát még egyszer nem gondolom, hogy ilyen vehemesen neki lehet esni a dolognak, mert ez számukra is új volt. Ugye, hogy új volt, hogy egyáltalán megjelent egy ilyen ilyesfajta film. És hát úgy gondolom, az igazsághoz is hozzá lehet szokni, és a normalitáshoz is hozzá lehet szokni, ahhoz is hozzá lehet szokni, hogy nem csak ők vannak, hanem vagyunk mi is, vagy más gondolkodásúak. És ez, hát ez megtette az első lépést, és akkor utána már nem érzik annyira darázscsípésnek ők sem. Egyszerűen tudomásul kell vegyék, hogy változik a világ, és akár viszempontunkból jó irányba. Egy percünk van, menjünk körbe. Szerinted is győzött az igazság? Vagy pedig született egy bírósági ítélet? Tulajdonképpen ez az ítélet megerősítette talán az eddigi bírósági gyakorlatot is, vagy eddigi felfogást is. Tehát tulajdonképpen valószínűleg ez megnyugtató, hogy nem született most a korábbiakkal teljesen szembe menő bírósági döntés. Tehát jogfilozófiailag van egyfajta folytonosság, hál' Istennek. Igen, azt lehet jogszolgáltatásban. Ügyvéd? Megtovarosítani a kollég által előadottakat, tehát egy jogfejlesztő hatása lesz ennek az ítéletnek. Mindenképpen nyilván ilyen témában, ilyen tárgykörben lényegében én azt gondolom, hogy nem született meg ítélet. Ez a továbbiakban egy kiindulási pont lesz. Jó, filmművészet szempontjából? Szerintem helyre tett egy csomó dolgot. Tehát bátorság szempontjából? Hát mondjuk annak, hál' Istennek, annak a szerintelenség, de állítanom, hogy nem állunk, tehát abban nem állunk rosszul. Tehát azért, amíg erre adtuk a fejünket, azért tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó út, tehát most már az van, hogy lehet hozzá csatlakozni, nem kell bedőlni ennek a baribere és oldal állandó fenyegetésének, hogy a művész világban tényleg úgy érzik, hogy ez csak az ő bölcsességük tükröződhet bármilyen színházi előadáson, koncerten vagy filmen. Tehát ezek a falak azért ilyen ítéletekkel kapnak egy-egy jó nagy lukat. És minél több luk lesz, annál hamarabb fog összeomlani. És ez nem azt jelenti, hogy majd kirendül az inga a jobb oldalra vagy bal oldalra, hanem tényleg ki tud alakulni egy olyan párbeszéd a normális emberek között, akik ezt a művészvilágot érik, csinálják, ami meggyőződésem szerint kell, hogy jöjjön egyszer. Ha addig hosszú véres harcokat kell megvívni, akkor azokat a harcokat nem szabad megspórolni. De hogyha egyszer rend lesz, akkor már megérte. Úgy legyen, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük a meghívást. Önök pedig az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Oroszország ölte meg Petőfit feliratú, az orosz agressziót elítélő óriás plakátok jelentek meg Kárpátalján. Az Ez itt a kérdés holnapi adásában többek között erről is szó lesz majd. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!